A tengerfenék egy valószínűtlen világ otthona. Hatalmas tűzhányok. Az olmot is megolvasztó hőmérsékletek. Bolygónk leghosszabb életű állatai. És hatalmas tenger alatti földrengések, melyek halálos hullámai több ezer kilométerre fekvő partvidékeken is pusztítanak. Útra kelünk az óceán felszínéről a meder legmélyére, hogy felfedezzük, mi rejtőzik a tengerfenéken. Mindennapi tudomány. Mélytengeri világ. Bolygónkat az óceánok uralják. Földünk felszínének csaknem kétharmadát tengervíz borítja. 360 millió négyzetkilométer. Több mint 1000 milliárd trillió liter víz. Ám ha ezt a víztömeget lecsapolnánk, egy megdöbbentő táj tárulna fel előttünk. Százezer tenger alatti tűzhányó, melyeket fenékhegyeknek is neveznek. Földünk leghosszabb hegyláncolata. És 22 óceáni árok, melyek egy részének mélysége a Mount Everest magasságát is meghaladja. Az óceáni aljzat Földünk geológiailag legaktívabb régiói közé tartozik. Ha meg szeretnénk érteni a kialakulását, le kell merülnünk a tenger legaljára. Az óceán felszínét 11 kilométer választja el a meder legmélyebb pontjától. Ez talán nem tűnik soknak. De lejutni oda egy kihívásokkal teli kalandos vállalkozás. Több ember járt már a Holdon, mint ahány valaha is lejutott az óceán mélyére. Az óceán megijesztene téged. Az óceán mindenkit megijesztene. Hatalmas a nyomás, 300-350 kg négyzetcentiméterenként. Ez az, amiért az óceán a Föld utolsó, máig felfedezetlen határvidékei közé tartozik. Hogy valós képet kapjunk az óceán mélységéről, képzeljünk el egy búvárt, amint az óceán legmélyebb pontja felé halad. Mi a nyomába eredünk, és egészen a tengerfenékig követjük. Utazásunk során bolygónk legkülönlegesebb helyein haladunk keresztül. Selfek, gerincek, síkságok és árkok közt merülünk alá, míg 11 kilométerrel a felszín alatt el nem érjük az óceán meder legmélyebb pontját. Emberi lény számára a valóságban ez egy lehetetlen utazás, de ha mégis képesek lennénk rá, így nézne ki ez a különös víz alatti világ. Első úti célunk nem sokkal a felszín alatt, a kontinentális shelf. A szinte valamennyi földrészt körbeölelő kontinentális talapzat egy sekély párkány, amely átlagosan 80 kilométeres szélességben kíséri a partvidékeket. A víz itt nem túl mély, a shelf alig 135 méterrel fekszik a felszín alatt. Ha az Empire State Building itt épült volna, a fele kiállna a vízből. A shelf formakincse azonban lenyűgöző. Felszínét gigantikus kanyonok szabdalják. Sokan közülük, mint például a kaliforniai partok előtti Monterey szurdok, mélységben és szélességben a Grand Canyonnal vetekszenek. A legtöbbjük az utolsó jégkorszak idején, 20 ezer évvel ezelőtt keletkezett. Akkoriban a tengervíz jelentős része a több kilométer vastag sarkvidéki jégtakarókban koncentrálódott. Így a világóceán szintje mintegy 120 méterrel alacsonyabb volt a jelenleginél. A kontinentális shelfek szárazulattá váltak a szárazföldek peremén. Azok a folyók, amelyek korábban szelíden ömlöttek a tengerbe, most egy 130 méteres új lejtőszakasszal találták szembe magukat. Megvadult zuhatagokká válva hatalmas kanyonokat váltak a szikla felszínbe.
Amikor a jégkorszak véget ért, a jégtakaró elolvadt, és a megemelkedő tenger, elöntve a part ezer részét, létrehozta a shelfet. A hatalmas kanyonok láthatatlanná váltak. Ahol a kontinentális shelf véget ér, egy enyhe lejtő kezdődik, melyet kontinentális lejtőnek nevezünk. Amint mélyebbre merülünk, a fény halványulni kezd. Mint egy fél kilométeres mélységben a hőmérséklet hirtelen a dermesztő 4 fokra esik vissza. A nyomás is fokozódik. Kis híján elegendő ahhoz, hogy egy futballlabdát baseballlabdává préseljen össze. Ebben a szélsőséges környezetben egyre különösebb dolgok zajlanak körülöttünk. Az 1980-as években a geológusok speciális pásztázó hanglokátorok segítségével vizsgálni kezdték a kontinentális shelfeket és lejtőket. Felfedezték, hogy különös alakzatok, aféle gigantikus kráterek borítják őket, melyeket hirtelen gázfeltörések nyomainak tulajdonítottak. Egyesek egyenesen azt állították, hogy a gázbuborékok akár hajókat is elsüllyeszthetnek, ami a Bermuda háromszög rejtélyét is megmagyarázná. A gázszivárgások valóban veszélyesek. Ez a norvég partok közelében épült fúrótorony fortyogó gázbuborékok tengerébe roskadt bele. A szivárgás azután kezdődött, hogy a fúrófej behatolt egy metángázzal teli üregbe. Az ehhez hasonló balesetek az aljzat alaposabb feltárására sarkalták a tudósokat. A mexikói öbölben a kontinentális shelf pereménél egy kutatócsoport merüléshez készülődik. Feladatuk egy különös anyag megvizsgálása, mely gázkibocsátást okozhat a mederfenéken. A tudósok a Johnson C. Link tenger alatt járó 12 cm-es falvastagságú akrélgömbjében merülnek alá a kontinentális lejtőre. 550 méteres mélységben megtalálják, amit keresnek. Egy halom sárgásfehér jeges anyagot, melyet metánhidrátnak neveznek. A metánhidrát nagy nyomás alatt 300 méternél nagyobb mélységben keletkezik és gázt tartalmaz. A skóciai Heriot Watt Egyetemen a geológus Ross Anderson a metánhidrátot tanulmányozza. Bár főként vízalkotja, sok metánt is tartalmaz, amint ez Ross Anderson kísérletéből is kiderül. Egy kicsit meleg, de a hideg víz lehűti a kezem, ahogy olvad. Az igazat megvalva, közvetlenül alatta nagyon hideg, de ott, ahol a kezem száraz, érzem a lángok melegét. A metánhidrát olyan sok gáz tartalmaz, hogy egy köbcentiméter jégből 160 köbcentiméter metán keletkezik. Mélyen a felszín alatt, a kontinentális lejtőn, normális körülmények között a gáz biztonságosan tárolódik a metánhidrátban. De ha a hőmérséklet vagy a nyomás megváltozik, a hidrát elolvadhat és a gáz megszökhet. Hirtelen felszabadulása krátereket hozhat létre. Egyes kutatók azonban még tovább mennek. Szerintük a metán akár egy hajót is elsüllyeszthet. Az ausztráliai Monash Egyetem tesztmedencéjében a fizikusok egy kísérletet hajtanak végre. Buborékokat indítanak útjukra egy mérethű hajómodell irányába. Ha a hajó rossz időben rossz helyen tartózkodik, újra és újra elsüllyed. Gázbuborék által elsüllyesztett hajóról még sohasem érkezett jelentés, egyesek mégis úgy gondolják, hogy a metánhidrát megmagyarázná a Bermuda háromszögben eltűnt hajók rejtélyét. A kontinentális lejtők bonyolult földtani felépítése bolygónk néhány legkülönösebb alakzatának kialakulásához vezetett. 600 méteres mélységben a puszta tengerfenéken a Johnson C. Link tenger alatt járó valami olyanra bukkan, ami ellentmondani látszik a fizika törvényeinek. Egy tavacska, melynek fodrozódik a felszíne.
Chuck Fishernek, a Pennsylvániai Egyetem biológusának ez a nagy sótartalmú különös víz alatti tó típus a szakterülete. Fantasztikus élmény egy ilyen sós medencével találkozni a mexikói öbölben. Miközben lenn vagy a tengerfenéken egy tenger alatt járóban, és jól tudod, hogy az óceán alján tartózkodsz, egyszer csak egy tavacskával találod szemben magad. A kráter sóoldattal van tele, amely a közeli kőzetek repedéseiből szivárog. A tóvizének sótartalma ötször magasabb a tengervizénél, így elég sűrű ahhoz, hogy megüljön a kráterben és víz alatti tavacskát alkosson. A sós tó olyan sűrű, hogy a tenger alatt járó lebeg rajta. Felszínét apró hullámfodrok borítják, partjain pedig állatok nyüzsögnek. Nagyon szürreális látvány. Metángáz buborékok törnek a felszínre a medence vizén át. A magasabb metán koncentráció a legtöbb állatot megölné, az itt élők megmaradásában viszont kulcs szerepet játszik a jelenléte. Azt tudjuk, hogy a metángázból energia nyerhető, hisz otthon a tűzhelyeinkben mi is ezt tesszük. Az viszont, hogy létezik olyan állatfaj, mely baktériumok segítségével képes közvetlenül energiává alakítani és általa növekedni, újdonság volt számunkra. A tópartjain ezer szám élő kagylók olyan baktériumokat tartalmaznak, melyek a gázt tápanyaggá alakítják. Nehéz elképzelni, hogy sok olyan élőlény lenne, mely képes életben maradni ebben az ember számára oly ellenséges környezetben. Mégis egy egész sor élőlény élvezi a kontinentális lejtő szivárgó gázainak előnyeit. Ezen élőhely egészséges voltát a legszemléletesebben talán a lejtő legkülönösebb lakói bizonyítják, a csöves férgek. A csöves férgeket bolygónk leghosszabb életű állataiként tartják számon. Egy részük 250 évvel ezelőtt kezdett el növekedni. Létük annak bizonyítéka, hogy szélsőséges mélységekben is virágozhat élet. A körülmények azonban hamarosan még ellenségesebbekké válnak. Tovább utazva az óceánfenék irányába, nem sokára bolygónk leghatalmasabb vulkáni képződményével találkozunk. Egy tüzes pokollal, amely körbeöleli a Földet. A II. Világháborúban a tengerek fontos csaták hadszínterei voltak. Az ellenséges tenger alatt járók felderítésére a hadihajókat hanglokátorokkal szerelték fel, melyekkel az ütközetek közötti időben az óceán ajzatát pásztázták. Az így gyűjtött információ éveken át feldolgozatlanul hevert. 1977-ben azonban a térképész Mary Sharp és a geológus Bruce Hazen egybevetette a II. Világháborús eredményeket az azóta gyűjtött adatokkal, és elkészítette az első tengerfenék domborzati világtérképet. Ez a térkép ábrázolta először a Föld leghatalmasabb vulkáni képződményét, az óceán középi hátságot. 3600 méterrel emelkedik a tengerfenék fölé. Úgy fonja körül a Földet, mint teniszlabdát a varrat vonala. Hossza csak nem 64 ezer kilométer. Négyszer olyan hosszú, mint az Andok, a Szikláshegység és a Himalája együttvéve. Az óceán középi hátsága következő állomásunk az óceán fenekére vezető utazásunkon. 2,5 kilométerrel fekszik a hullámok alatt. A fény nem ér le ide a felszínről, és a hőmérséklet dermesztően alacsony. Rettenetes környezet. A geológus Deborah Kelly azon kevesek közé tartozik, akik jártak már a hátságon. Ez egy egészen rendkívüli környezet. A szárazföldön tűzhányókat tanulmányozok, ezért életem egyik nagy élménye volt lejutnom oda. Kelly ma a kelet-csendes óceáni háthoz merül le. Amint megkezdi utazását a tengerfenékre, a legénység energiatakarékossági célból kikapcsolja a merülőhajó fényeit. A másfél órán át tartó lemerülés során csupa kísérteties élőlénnyel találkoznak.
A vízoszlopot átszelve az ember egy egész sor biolumineszcens organizmussal találkozik. Az első gondolatom az volt, hogy olyan, mintha az űrben suhannék a csillagok között. 90 méterre a fenéktől ismét bekapcsolják a reflektorokat. És akkor hirtelen feltárult előttem a világ. Ez az óceán középi hátság pokla. A föld mélyéről származó hatalmas hő gigantikus vulkáni kéményeket táplál. Az általuk eregetett anyag után fekete füstölgőknek nevezik őket. Ezt a tenger alatti hőforrás együttest a tudósok hidrotermális kürtőmezőként ismerik. A mezőt körülbelül 80 kémény alkotja, egyesek közülük az 55 méteres magasságot is elérik, ami a Szent Pál katedrális magassága felének felel meg. A kéményekből túlhevült víz áramlik ki. Az óceán 2,5 kilométeres vízoszlopának gigantikus nyomása hatására a víz nem forr fel, hanem folyékony állapotban marad akár 400 Celsius fokon is. És ez a víz nem csupán forró, de savas is. Hogyan vegyünk mintát egy 400 fokos folyadékból? Az alumíniumot egy nap alatt feloldja, mindent, ami kvarcból van, szintén felold, az olmot megolvasztja. A füstölgők a forró folyadék által tartalmazott ásványoknak, köztük a fémszulfidoknak köszönhetik fekete színüket. Amikor ezek érintkezésbe lépnek az óceán fagypont közeli vizével, füstre emlékeztető apró fekete részecskék milliárdjai keletkeznek. De hogyan növekednek ezek a kémények? A Yellowstone Nemzeti Parkban található Old Faithful a világ legismertebb gejzírjei közé tartozik. Naponta többször is kitör. Hatalmas vízoszlopot lövelve a magasba, melyet mélyen alant a földkéreg vulkáni kőzetei hevítettek forróra. Ezek a kémények a féle víz alatti gejzírekként működnek. A tengervíz beszivárog az aljzat repedéseibe, és néhány kilométeres mélységben érintkezésbe lép a forró magmával. Majd felforrósodva visszaáramlik a felszínre, magával cipelve az útközben kioldott ásványokat. A hideg tengervizet elérve ezek az ásványok kicsapódnak, és a kéményt tovább magasítva a kürtő tetejéhez tapadnak. Ez azonban nem tart szükségszerűen sokáig. A mélyben zajló vulkáni aktivitás jeleként évente körülbelül 12 000 földrengés rázza meg a Juan de Fuca hátság ezen részét. A legtöbb rengés gyenge, de egy részük elég erős ahhoz, hogy ledöntse a kéményeket. Arra, hogy milyen gyorsan képesek visszanőni ezek a kémények, akkor derül fény, amikor Kelly és csapata elhatározza, hogy levágja egy füstölgő tetejét. A legénység láncfűrésszel szerel fel egy távirányítású merülőhajót. A robot egy ketrecet húz a kémény felső része köré. Dróttal rögzíti, majd elkezdi fűrészelni. Amikor 3 nappal később visszatérnek, meglepve tapasztalják, hogy a kémény 180 cm-rel nőtt. Mintát venni a kürtőkből kiáramló vegyületekből az ember számára halálos vállalkozás lenne. Egyes élőlények szemében azonban a kémények valóságos oázisok a sivatagban. Hasonlóan a sósvízű tavacskák állataihoz, kopoltyújukban ezek az élőlények is baktériumokat használnak a kéményekből kiáramló vegyületek energiájának kinyeréséhez. Ezen a napsütéstől elzárt, sötét, barátságtalan helyen a kémények különféle rákokat, kagylókat és halakat éltetnek. A fekete füstölgők gigantikus mennyiségű energiát pöfékelnek a felszínre. A jelenleg ismert kürtők körülbelül 17 000 milliárd wattnyi energiát szabadítanak fel, ami kis híján annyi, mint az emberiség teljes éves energia igénye. Ez a hőmennyiség valamit sejtetni enged az óceán középi hátságot létrehozó folyamatok energiájából. Egy ilyen hatalmas képződmény létét csak egy jelentős elmélettel lehet megmagyarázni.
Az 1960-as években a geológusok a tudománytörténet egyik legradikálisabb teóriájával álltak elő. Azt állították, hogy az óceán középi hátság egy hatalmas törés, mely mentén a földkéreg szétcsúszik. Susan Humphries, a Woods Hole Oceanográfiai Intézet geológusa az óceán középi hátságot tanulmányozza. Amikor a Földre, mint egészre gondolunk, rá kell jönnünk, hogy ez a kéreg, amelyen élünk, hihetetlenül vékony a Föld többi részéhez képest. Talán nem vastagabb, mint a hagyma héja. Ha képesek lennénk bepillantani a Föld belsejébe, látnánk, hogy három fő részből áll, a magból és az azt körbevevő köpenyből és egy vékony kéregből. A kérget hatalmas kőzetlemezek alkotják. Ahol ezek elcsúsznak egymástól, a Föld mélyének olvadt anyaga a felszínre tör és új kéregrészeket alkot. Ez a folyamat zajlik az óceán középi hátságnál. Mint egy gigantikus, soha be nem gyógyuló seb, amely szüntelenül új anyagot szivárogtat magából, ezzel új óceán ajzatot létrehozva, mely folyamatosan távolodik a hátságtól. Amint az új óceáni kéregrész eltávolodik a hátság forró központi vonalától, fokozatosan lehűl, de korán sem válik inaktívvá. A tudósok nemrég felfedezték, hogy még ilyenkor is drámai és váratlan változásokra képes. 2000 decemberében egy geológusokból álló tudós csoport kutatóútra indult a Közép-Atlanti hátság tanulmányozására. Vizsgálati területük egy víz alatti hegylánc volt a hátság peremén, Floridától 2500 kilométerre keletre. Körülbelül 1 kilométerre a felszíntől távirányítású kamerájuk egy stalagmitokra emlékeztető fehér sziklatornyokból álló erdőt örökített meg. Ez egy egészen új típusa volt a víz alatti hévforrásoknak. Az elveszett város nevet adták neki. Több mint 30 kémény alkotja ezt a mezőt. A legmagasabb 60 méteres. Magasabb, mint a pízai Ferde torony. Eltérően a fekete füstölgőktől, az elveszett város kürtőit nem vulkáni aktivitásból származó hő táplálja. Ezúttal kémiai reakció áll a jelenség mögött. A hatalmas hegységrepedésein beszivárgó víz reakcióba lép a kőzet bizonyos alkotó elemeivel, ami által hő termelődik. Csak ezeken a kémiai reakciókon keresztül annyi hő termelődik, ami több ezer éven át elegendő az egész mező működtetéséhez. Ez egy hétköznapi kézmelegítő, amit kempingezéshez szoktunk magunkkal vinni. Csak el kell hajlítanunk ezt a kis korongot. A kézmelegítőben lezajló kémiai reakció hasonló ahhoz, ami az elveszett város szikláit fűti. Ha megfogjuk, érezzük, hogy igazán meleg. Rengeteg hő szabadul fel a benne lezajló reakció során. Az elveszett városban lezajló kémiai folyamatok nem kevesebb, mint 260 Celsius fokkal növelik a kőzet hőmérsékletét. Energiájuk és szépségük ellenére az óceán középi hátság fekete füstölgői és fehér kéményei csak egy kis részletét mesélik el nekünk annak a történetnek, amely 2,5 kilométerrel zajlik az óceán felszíne alatt. A hátságnál keletkezett új óceáni kéregrész eposzba illő utazásra indul. Az elkövetkező évmilliók során egy gigantikus szállítószalag módjára több ezer kilométert fog megtenni, míg el nem nyeli egy óceáni árok, és újra bele nem olvad a köpenybe. Ez egy lassú folyamat, de az idő neki dolgozik. Az óceán középi hátságok területén évente mintegy 2,5 négyzetkilométernyi új óceáni kéregrész születik. Ez 120 ezer évenként egy Németország területével megegyező új kéregdarabot jelent, 200 millió évenként pedig egy vadonatúj óceáni ajzatot. Ha követni szeretnénk az óceán középi hátságtól távolodó kéreglemezt, mélyebbre kell merülnünk. Hamarosan belépünk az abisszikus síkság birodalmába, az óceán temetőjébe. Kísérteties táj ez, melyet az odafentről alásüllyedő szerves maradványok építenek fel. A
különös geológiájú kontinentális shelfet és az óceán középi hátság fekete füstölgőit elhagyva még mélyebb régiók felé haladunk tovább. Közel 4 kilométeres mélységben elhaladunk a Titanic roncsa mellett, aztán már ott is vagyunk. Az óceáni aljzat 4-6 kilométer mélyen elterülő régióját abisszikus síkságnak nevezik. A víz nyomása itt már mérhetetlenül nagy. Egy futballlabdát kis híján játékgolyó nagyságúra préselne össze. Ez a Föld leghatalmasabb tájegysége. Az abisszikus síkságok Földünk felszínének több mint 60%-át teszik ki. Ez az óceán temetője. A napfény nem ér ide le, de minden, ami odafentről alámerül, végül itt köt ki. Hajók, tengeri élőlények és hó. Ha valaki autóval szelné át a mélytengeri síkságot, mindvégig hóesés kísérné az útját. Egy hóvihar, mely már évezredek óta szakadatlanul tombol. Ez a tengeri hó, vagy más néven planktoneső, mely vastagon borítja az abisszikus síkságok lapos felszínét. Amikor az óceán felső régióiban élő apró növények és állatok elpusztulnak, maradványaik süllyedni kezdenek. Önmagukban ezek a szerves részecskék olyan aprók és könnyűek, hogy legtöbbjük 150 évnél is hosszabb idő alatt érné el az óceán feneket. Sokan feloldódnának, mielőtt leérnének. A tudósok azonban felfedezték, hogy ha a fitoplanktonok nyálkája összeragasztja őket, az így képződött nagyobb csomók néhány hét alatt elérhetik a tengerfeneket. Ez a tengeri hó vagy planktoneső. A tengeri hó pejhei évente mintegy 740 millió tonna szenet juttatnak le az óceán fenekére. Az itt élő állatok számára olyan ez, akár a mennyei manna, létfontosságú táplálékforrásul szolgál számukra. Az évezredek során a planktoneső az egyéb üledékekkel együtt vastag réteggé halmozódott fel. Amikor a geológusok mélyfúrásokat végeznek az abisszikus síkságon, több száz méteres üledékrétegen kell áthatolniuk, mire elérik az alapkőzetet. Egymás után hozzák fel a gáz szivárogtató iszapos fúrómagokat, a planktoneső és az egyéb szerves üledékek máladékait. A leghosszabb fúrás által felszínre hozott fúrómagban az üledékréteg teljes vastagsága elérte az 5 kilométert. A tenger mélyén ezeknek a spanyol vitorlásoknak és a többi hajóroncsnak évezredekre van szüksége a széteséshez. Rajtuk kívül azonban más dolgok is bomlanak a tengerfenéken. A bálnák az óceán felső 1-2 kilométeres szintjében élnek. Pusztulásuk után azonban tetemük általában a mélybe süllyed. Évente mintegy 69 ezer bálna pusztul el, túlnyomó többségük a mélytengeri síkságon fejezi be útját. A Monterey Bay Aquarium Kutatóintézetének tudós csoportja azt kutatja, hogy mi történik a bálna tetemekkel bomlásuk során. Ma látogatást tesznek egy fiatalon elpusztult kék bálna maradványainál. Abban reménykednek, hogy a kaliforniai partok közelében heverő tetem új ismeretekkel szolgál majd számukra a mélytengerek életével kapcsolatban. A távirányítású modern merülőhajó a kutatók meghosszabbított szemeként és karjaként működik majd a mélyben. A felnyitható hajótesten átbocsátják vízre. Több mint 900 méteres mélységben a bálna csontjai gondosan elrendezve hevernek, akárcsak egy múzeum tárlójában. Egy bálna tetem különböző fázisokon megy át bomlása során. A legfontosabb dögevők a cápák és a nyálkás angolnák egy év alatt fogyasztják el az első fogást, a lágy szöveteket. Az igazán érdekes bepillantást azonban a főfogásra gyülekező élőlények nyújtják e különös világba. Ezeket a vöröshajú apró állatokat a magas zsírtartalmú csontok vonzották ide. Bob Vryenhoek tengerbiológus ezeket a férgeket tanulmányozza.
A csontokban hatalmas mennyiségű zsírtartalék van felhalmozva. Ezért dobtak a mamáink és a nagymamáink egy-egy jó öreg marhalábszárat a levesbe, hogy a forró vízben kioldódjon belőle a velő, és mi megehessük azt. Nos, pontosan ez az, amivel ezek a férgek is táplálkoznak. A férgek és a többi hasonló élőlény körülbelül 100 év alatt végeznek egy nagy kék bálna maradványaival. Egyetlen bálnatetem annyi táplálékkal szolgál a mélytengeri síkság lakóinak, mint 4000 év plankton esője összesen. A maradványokon élő állatok beazonosításához Vryenhoke csapatának néhány csontot fel kell hoznia a felszínre. Amint a csontok a fedélzetre érnek, nekilátnak a különböző fajok beazonosításának és megszámlálásának. Kiderül, hogy a bálnák felbecsülhetetlen jelentőségű ökológiai szerepet töltenek be a mélytengeri síkságokon. Egy négyzetméternyi csont akár 170 különböző fajt is táplálhat, és ezek közül néhány kizárólag bálnatetemeken él. Ez minden, amit kerestünk. A tengerbiológusok csak ezen a kutatóúton három új fajt fedeztek fel. Újra bebizonyosodott, hogy milyen keveset tudunk a mélytengerekről. Teljesen világos ennek a munkának a jövője. Valahányszor kimegyünk, felfedezünk valami újat. Gyönyörű minták. Az évezredek során a bálnatetemek is hozzájárulnak az óceán fenekét borító üledékréteg vastagodásához. De nem maradnak ott örökre. A hatalmas abisszikus síkság mozgásban van. Akár egy gigantikus szállítószalag. Az óceán középi hátság irányából folyamatosan a mélytengeri árok felé halad. És magával visz mindent, ami rajta van, hajóroncsokat, állattetemeket és egész szigeteket. Az óceáni ajzat sebességének megállapítására az egyik legjobb módszer az, ha tekintetünket a habok fölé emeljük és felkeressük a világ legeldugottabb sziget sorát, Hawaii-t. Íme a nagy sziget. Ez a földdarab valójában a világ leghatalmasabb fenékhegye. Talapzatától a csúcsáig számítva több mint 1300 méterrel magasabb a Mount Everestnél. Hatalmas mérete ellenére mozgásban van, köszönhetően az óceáni kéregnek, amely a hátán cipeli. Az abisszikus síkságon ülő Hawaii szigetek alatt egy forró pont található, egy repedés a föld kérgén. Ezen keresztül olvadt kőzetanyag, magma tör a felszínre, ahol egy hatalmas tűzhányót épít, a nagy szigetet. Ezek a látványos víz alatti láva folyamok azt bizonyítják, hogy a sziget még ma is növekszik. De már nem sokáig. A gigantikus tenger alatti szállítószalag a nagy szigetet fokozatosan arrébb viszi a forró pont fölül. Helyén azonban egy új tűzhányó fog születni. Majd egy még újabb, amint az óceáni kéreg tovább vándorol a forró pont fölött. Ezt a folyamatot úgy érzékeltethetjük, ha egy papírlapot lassan elhúzunk egy lángnyelv felett. A nagy sziget a legfiatalabb tagja egy mára kihunyt vulkánokból álló hosszú láncolatnak, melynek valamennyi tagja ezen a helyen született. A legtávolabbi sziget már 5800 kilométerre jár innen. 85 millió évvel ezelőtt haladt el a forró pont felett. Ez azt jelenti, hogy a Hawaii alatt fekvő óceáni kéreg évente átlagosan 7,5 cm-rel tolódik arrébb. Ha Hawaii azonos sebességgel és irányban folytatja útját, 64 millió év múlva valahol Oroszország keleti partjainál fog kikötni. És a hatalmas sziget végül belecsúszik egy mélytengeri árok szájába. Most már felkészültünk rá, hogy belépjünk ezeknek a félelmetes szakadékoknak a birodalmába. Az óceánmeder legmélyebb és legveszélyesebb régiójába. Hamarosan felfedezzük, hogy ez a távoli idegen világ a Föld néhány legpusztítóbb természeti jelenségének a szülőhelye. Az abisszikus síkságokon túl tátonganak a hatalmas óceáni árkok. Ez egy zord idegen világ, ahol csupán egy maréknyi ember járt eddig.
de ami itt lent történik, annak drámai hatásai lehetnek a mi hullámok feletti világunkra. Hat kilométeres mélységben az óceáni aljzat hirtelen lejteni kezd. Ami itt elénk tárul, az leginkább egy feneketlen aknához hasonlítható. Ezek a hatalmas árkok az óceánok legmélyebb régiói, és következésképpen Földünk legmélyebb helyei. Valamennyi árok közül a legmélyebb a Mariana árok, mely a csendes óceán északi részén, Guam szigetétől 320 kilométerre délnyugatra található. Olyan mély, hogy mindeddig csupán ketten kíséreltek meg lejutni az aljára. 1960. január 23-án a tengerész hadnagy Don Barst és a svájci tenger alatti felfedezőt Jacques Picardot bezárták a Trieste nevű merülőhajó alján található 135 tonnás acélgömbbe. Lemerültek a hullámok alá, és megkezdték utazásukat a Mariana árok felé. 5 óra alatt érték el a tengerfeneket. Az ismeretlenbe való aláereszkedés közben kísérteties, bioluminescens élőlények mellett haladtak el. 6000 méteres mélységben az egyik vastag üvegablak megrepett. A fulladás lehetősége volt azonban az utolsó, ami akkor foglalkoztatta őket. Ebben a mélységben ugyanis olyan hatalmas a nyomás, hogy amennyiben a hajójuk itt léket kapott volna, a beáramló vízsugár a szószoros értelmében átszelte volna a testüket, és azonnal megölte volna őket. 5 órával a merülés megkezdése után a Trieste nagy zökkenéssel megérkezett a Mariana árok aljára. Most 11 kilométerrel voltak a felszín alatt. Eleinte nem látták nyomát életnek. Azután megpillantottak egy tovasuhanó halat. Az élet láthatóan még ezen a szélsőséges helyen is jelen volt. A kutatók számára azonban a barátságtalan körülmények rövidre szabták a látogatás idejét. Alig 20 perc elteltével visszaindultak a felszínre. Azóta több mint 400 ember járt az űrben, de Walsh és Picard mindmáig az egyetlen kutatók, akik valaha lejutottak az óceán legmélyebb pontjára. Expedíciójuk bepillantást enged a bolygónkat formáló erők természetébe. Azok a folyamatok ugyanis, amelyek ezt az árkot létrehozták, egyúttal Földünk néhány legpusztítóbb természeti jelenségéért is felelősek. Ez Montserrat, az idilli Karibi-sziget. 11 000 ember otthona és kedvelt üdülőhely. 1997. június 25-én a sziget legmagasabb hegye hamufelhőkbe burkolózott. A forró hamu és kőlavinák menekülésre kényszerítették a helyieket és a turistákat. 19 ember életét vesztette. A paradicsomi sziget földi pokollá változott. A katasztrófa következményeit Montserrat máig sem tudta teljesen kiheverni. A vulkáni aktivitás arra utal, hogy az óceáni aljzat mozgásban van. Montserrat alatt azonban, Hawaii-jal ellentétben nem található forró pont. Az 1997. júliusában bekövetkezett katasztrófa egy kataklizmaszerű ütközés eredménye volt, amelyre egy közeli óceáni árok legmélyén került sor. Montserrat a Puerto Rico-i árok peremén található. Ez a leghosszabb és legmélyebb árok az Atlanti óceánban. A sziget a létét és pusztító természetét a Föld szállító szalagrendszerének köszönheti. Az óceán középi hátság az észak-amerikai lemezt a karibi lemez felé tolja. Amikor találkoznak, valamelyiküknek engednie kell. A szubdukciónak, alábukásnak nevezett folyamat az észak-amerikai lemezt a földkéreg alá kényszeríti. Az alábukó lemez a mélység növekedésével mind magasabb hőmérsékletnek és nyomásnak van kitéve. A lemez által a mélybe hurcolt üledékből a nyomás hatására víz sajtolódik ki. A víz lecsökkenti a felette elhelyezkedő kőzet olvadáspontját. A kőzet magmává alakul. Utat tör felfelé, és vulkán formájában a felszínre tör.
Az évmilliók során vastag hamu és láva rétegek halmozódnak fel a tengerfenéken. Amikor ezek elérik a tenger felszínét, olyan vulkáni szigetek jönnek létre, mint amilyen például a Montserrat. Minden egyes tengerszint fölé emelkedő vulkánra azonban legalább két tenger alatti tűzhányó jut. A vulkánok 70%-a így az óceánok felszíne alatt található. A legtöbb víz alatti tűzhányót a csendes óceán rejti. Legnagyobb részük a 40 ezer kilométer hosszú úgynevezett tűzgyűrű öv tagja, mely az óceán peremén fut körbe. Montserrat tűzhányója ma is rendszeresen kitör. A korábbi fővárost kiürítették, a sziget felét pedig veszélyeztetett zónának nyilvánították. Az alábukás folyamata, melynek a sziget a létét köszönheti, és amely most pusztulással fenyegeti azt, soha nem ér véget. A következő 200 millió év során az alábukási zónák a ma létező óceáni kérgek szinte teljes területét felemésztik, valamennyi rajtuk utazó objektummal együtt. A gigantikus óceáni szállítószalag hajóroncsokat, bálnatetemeket és egész szigeteket ránt majd a mélybe, hogy később pusztító vulkánkitörések formájában ismét a felszínre vesse őket. Ez a folyamat azonban nem mindig zökkenőmentes. Az óceánfenékre vezetett expedíciónk következő állomásán annak lehetünk tanúi, hogy mi történik akkor, ha a szállítószalag elakad. Ez az óceán erejének legfélelmetesebb megnyilvánulása, a cunamik forrása. Meneküljetek! Meneküljetek! A tengerfenékre vezetett felfedező útunkon elérkeztünk az óceán legmélyebb részéhez, a mély tengeri árkokhoz. 11 kilométerrel vagyunk a hullámok alatt. Az óceán felszíne felett ilyen magasságban szállnak a sugárhajtású repülőgépek. Az óceán aljzata az óceán középi hátság tomboló forróságában születik. A gigantikus tengerfenéki szállítószalag azután több ezer kilométeres távolságba szállítja, míg végül egy óceáni árok mélyén fel nem emésztődik. A mélytengeri árkok összhossza mintegy 10 000 kilométer. Minden 4 millió évben egy Európa területénél 2,5-szer nagyobb óceáni aljzatrész semmisül meg bennük. Az óceáni kéreg útja azonban nem zökkenőmentes. Alábukása a természet egyik legpusztítóbb folyamatával jár együtt, melynek hatásai több ezer kilométeres távolságban is megérezni. 2004. december 26-a egy újabb gyönyörű nap ígéretét hordozva virrat fel az Indiai óceán partvidékén. Több száz kilométerre innen a tenger mélyén a hatalmas óceáni szállítószallag azonban ekkor már arra készült, hogy félelmetes erejét szabadjára engedje. A mély jáva árokban a burmai lemez alábukó indiai lemezt a surlódási erő megakasztotta. A sok száz éve halmozódó feszültség mostanra veszélyesen közel került a kritikus ponthoz. Minden készen állt egy hatalmas földrengés kipattanásához, amely mérete miatt akár egy óriás hullámot, cunamit is útjára indíthat. José Borrero, a Dél-Kaliforniai Egyetem cunami kutatócsoportjának tudósa a gyilkos hullámokat kiváltó erőket tanulmányozza. Egy gyilkos cunami legfontosabb összetevője egy nagy földrengés, mély víz és az óceáni aljzat erős kimozdulása. Egy szökőár kiváltásához a tudósok szerint hatalmas földrengés szükséges. A Richter skálán legalább 7-es erősségű. Minél erősebb a földrengés, annál nagyobb lesz a cunami hullám. Reggel 7 óra 58 perckor a burmai lemez mintegy 15 méterrel hirtelen megemelkedett. Az évszázadok során felhalmozódott feszültség most néhány másodperc alatt kioldódott. Az alábukási zóna 1200 kilométeres szakaszán a tengerfenék egy hatalmas, a Richter skála szerinti 9-es erősségű földrengést kiváltva megmozdult. A becslések szerint a felszabadult energia mintegy 100 gigatonna TNT, vagy 6 milliónál is több hiroshimai atombomba energiájával volt egyenértékű. A heves kéregmozgás közel 30 milliárd liter vizet mozdított ki a helyéről, melynek hatására a felszíni víztömegek is kibillentek, életet adva egy az epicentrumtól távolodó cunami hullámnak.
hatalmas víztömeg indult útjára egy sugárhajtású repülőgép sebességével. Ezt a békés partszakaszt alig egy óra alatt érte el. Mély vízben a cunami sebessége az óránkénti 800 kilométert is elérheti. Sekélyebb vizekre érve azonban a hullám lelassul. Ebben a sebességvesztésben áll a cunamik igazi veszélyessége, mert amint a hullámfrontja lelassul, a mögötte érkező víztömeg ráfut és feltornyosul. Akár egy gigantikus vonatszerelvény roncsa, a front megáll, a hullám végre rátolódik, és a vízszint hatalmasra nő, mely a partra kilépve mindent elsöpör a helyéről. 15 perccel a földrengés után a cunami elérte Indonézia partjait. Két órán belül megérkezett Thaiföldre és Sri Lankára, 8 órán belül pedig Afrikánál volt. Ez volt az írott történelem legpusztítóbb szökőárja. És földünk valamely táján egy napon megismétlődik majd. Az óceán felszíne gyakran nyugodt és kikapcsolódásra hívogató. Könnyű megfeledkeznünk azokról a hatalmas erőkről, amelyek sok kilométerrel a felszíne alatt munkálkodnak. Itt az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk a mélység birodalmát. A leghalálosabb és legmélyebb árkoktól, a hatalmas abisszikus síkságokon át, és az óceán középi hátság vadpoklán keresztül, a kontinentális shelf különös víz alatti tavacskáig feltárult előttünk egy távoli idegen világ, melynek közvetlen és drámai hatásai vannak a mi hullámok feletti világunkra. A kutatók eddig mindössze 10%-át tárták fel az óceánok mélyének. Pedig valahol a mélység hatalmas, rejtett birodalmában újabb lenyűgöző természeti csodák és különös, soha nem látott élőlények várják, hogy felfedezzük őket. Munkatársak Kárpáti Levente, Újházi Kolos, Férentány Bernadett, Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készít.